Szeretettel köszöntöm Önöket a Szegedi Divatiskola vizsgabemutatóján. A ma este teljes programját nem csak a Szegedi Divatiskola divatbemutatója tölti ki, hanem meghívtuk korábban végzett tervezőket is, akik ruhakiegészítőket is készítenek. Ecker Szilvia, az Essence by márka tulajdonosa, Csonti Andrea Szabadkáról a drótból hajlított ékszereivel, Szilasi Horvát Ági Dália Bags márkájú, saját készítésű táskáival Orosházáról, Lengyel Leóna kézzel festett sejemkendőivel Londonból. A program támogatója a szépségiparból ismert svéd Oriflame képviseletében Szilágyi Rózsika termékdirektor és munkatársai. A manökenek szépséges frizuráit Justin Szilvia mesterfodrász készítette. A Prímadíjas Akropolis Táncszínház lelkes csapata Kerek Attilláné vezetésével. Utoljára, de nem utolsó sorban a Szegedi Divatiskola végzős hallgatói Bajusz Klaudia Csantavérről, Lonkai Kamilla Szegedről, Pál Klaudia Szabadkáról, Simon Ferenc Szegedről, akik terveikkel kitöltik a kifutó látványát utolsó vizsgabemutatójukkal. Kedves vendégek! Szándékunk szerint a divatkultúrát befolyásolni tudó szakemberek és fogyasztók elé szeretnénk tárni a Szegedi Divatiskola munkájából egy kis szeletet statikusan és dinamikusan a kifutón. Négy végzős hallgató mindhárom évfolyam munkájával illusztráljuk a fokozatot, illetve a változatos inspirációs forrás feldolgozásának mikéntjét. Programunk három részből áll, a három képzési évfolyamnak megfelelően. Az első jelenségek címre hallgat, második délalföldi szecesszió épületei a divatban, harmadik pedig emlékezés a népművészet tükrében. Tehát első programunk bemutatása következik. 2011-2012 jelenségek címmel első évfolyam záró feladata a délibáb adaptálása öltözetekben. Az Akropolis Táncszínház előadásában és az első éves hallgatók ruháiban két olyan természeti jelenséget kapcsoltunk össze, melyekben az élővilág jelenségei, a tiszavirágok, rezgő, lebegő násztánca és a déli báb vibrálásának látványa vegyül. Tehát az Akropolis Táncszínház előadása következik, koreográfusuk Kerek Attilláné. Thank you.
Múlnak a hónapok, és 2012-2013 év már a szigorúbb tervezés ideje. A második évben az oktatott tantárgyak összefoglaló tervkollekciója érdekes inspirációra épült. Sokan furcsálották, hogyan lehet épületek látványa alapján viselhető ruhákat kreálni, pláne, ha a művészettörténeti kor szelleme az a szecesszió, ahol a női öltözetek a légies harmóniára épültek. Tehát egyrésztől a délalföld szecesszió statikus architektúrája, magyaros tukkókkal, másrésztől a kor viseleteinek légies finomsága, hogyan ötvöződik egy kollekció látványában, hogyan lehet a mai kor szellemében interpretálni. Ebben nyilvánul meg a tervező innováció, felhasznált anyagok, színek, sziluettek összegezése. Inspirációs forrásuk. Bajusz Klaudia és Pál Klaudiának a Szabadkai Rádpalota, Lonkai Kamillának a Szegedi Grófpalota, Simon Ferencnek pedig a Szegedi Zsinagóga volt. Kérem, tekintsék meg az elmúlt év októberében már egyszer bemutatott terveket, de most egy picit másképpen. Thank you.
Elérkeztünk az új kollekció bemutatásához. Emlékezés. De mire is? Emlékezés a távoli és közeli múltra. Most a záróvizsga új téma feldolgozása következik. De mielőtt a bemutató elindulna, engedjék meg, hogy bemutassam a vizsgabizottságot. Elnök asszony, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikájáért felelős államtitkárság megbízásából dr. Paréné Tóth Gabriella öltözék tervező iparművész, művésztanár. Művészeti vizsgabiztos, a Művészeti Kamara megbízásából Szabó Judit, textiltervező iparművész. Oktatási vizsgabiztos, szintén a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet megbízásából Bakacsi Anikó munkatárs. A vizsgában közreműködő tanárok, művészeti vezető Mészáros Éva, a Magyar Köztársaság aranykeresztjével kitüntetett ruhatervező művész. A Magyar Művészeti Akadémia alapító tagja, címzetes docens. Népművészet, dr. Bárkányi Édokó, etnográfus. Művészettörténet, viselettörténet, Nagy Károly képző és grafikus művész. Munkavállalással kapcsolatos témák oktatója, Tóth Csaba, mérnöktanár. A Szegedi Divatiskola szakmai vezetője és a kivitelezési tantárgyak oktatója, Tóth Csabánél ruhamodellező mérnöktanár, miniszteri dicséret tulajdonosa, 2011-ben a szakmai képzés terén az év vállalkozója. És önök is, kedves közönség, a vizsgabiztosaim, azáltal, hogy igaz, önök nem osztályoznak a jegyzőkönyve, de tapsaikkal és egyáltalán jelenlétükkel értékelnek. Köszönjük! A harmadik évfolyam témafeldolgozása gondolati kapcsolatban áll az előzőekben bemutatott kollekcióval. Magyar népművész és népviselet. Forma és színvilágát kellett tanulmányozni ahhoz, hogy egyes részelemeket felhasználva az aktuális divat figyelembevételével viselhető öltözetek jöjjenek létre, ügyelve arra, hogy ne egy új népviselet vagy teljes adaptáció történjen. És természetesen mellette érvényesüljön a ruhatervezés egyszerű öltöztető szabálya. Ruhaként ember viseli, vagyis mitől szép a szép. Elsőként Lonkai Kamilla kollekcióját láthatják. Az ő bevezető gondolatai a következők. Ha magyar népviselet, mindenkinek eszébe jut a suba, a szűr, a kötény. Az egyedülálló díszítőművészet egyre több helyen köszön vissza, és akárha jelenjék meg, azonnal felismerhető. Azonban vajon a motívumok mellett a formai jellegzetességek is beépíthetőek-e a mai divatba? Vajon vihetnek egy kis nosztalgiát ruhatárunkba, hogy olykor stílusosan felidézhessük őseink viseletét? Eme inspiráció és válaszkeresés során születtek a következő darabok.
Következnek Bajusz Klaudia tervei. Ő így vezeti be. Kalotaszegi újítások. Kalotaszeg Erdély azon vidékei közé tartozik, ahol korán megtelepült a magyarság. Kós Károly művében tökéletesen megfogalmazta. Kétségtelen, hogy a 15. század Kalotaszeg ezer esztendejének fénykora. És talán minden magyar népcsoport közül a legkonzervatívabb a kalotaszegi nép. Az ő fénykorában kapott és szerzett művészi státuszt csodálatos ragaszkodással őrizte, gondozta és fejlesztette a mai napig azzá a csodálatosan harmonikus szépségé, amelyet ma kalotaszegi népművészetnek ismerünk. Kalotaszeg az erdélyi magyarság hímzésekben leggazdagabb vidéke. Ennek aprócska töredékét használtam kollekciómban. Európa szerte híres írásos és vagdalásos technikával készült munkáiból ismerítettem. Kollekciómmal igyekeztem a tájegység főbb elemeiből alkotni és emlékezni. Harmadikként Pál Klaudia kollekcióját láthatjuk, gondolatai a következők. A suba és cifraszűr mellett a magyar népviselet szakrális öltözete, igazi hazája az Alföld volt, ahol az asszonyok is viselték. A magyar népi hagyományokat őrizve, feladatomnak tartottam a népművészet motívumait becsempészni a divat világába, ami egyre közkedveltebb lesz. A kollekcióm alapgondolatát a hagyományos pásztorviselet, az alföldi suba ihlette. A tradicionális formakincsek mai szabásvonalakkal fűszerezve elegáns, nőies formában jelennek meg. Thank you.
Negyedik vizsgázónk Simon Ferenc. Matyó másképpen. Záró vizsga kollekciónk inspirációs forrása a magyar népviselet témaköre volt. Választásom a tardi és mezőkövesdi Matyó népviseletre esett. Amellett, hogy az ottani emberek öltözködés kultúrája érdekes volt számomra, a választásban az is közrejátszott, hogy manapság kiemelt népszerűségnek örvend a Matyó viselet motívumvilága, de sokszor tévesen felhasználva, vagy kevésbé igényes módon megjelenve különböző tárgyakon. Úgy gondoltam, remek kihívás lenne másképpen megfogalmazni és felszínre hozni a témában rejlő szépséget. Formavilágában nagyon érdekesnek találtam a férfi viselet darabjait, így leginkább ezek szolgáltak alapul, amellett, hogy a női viselet egyes elemei is helyet kaptak a tervezéskor. A világos, nyers és fekete alapszínek mellett a piros dominál, mint általában a Matyó népviselet világában. Díszítésben a lajbi pitykék felidézése mellett eredeti hímzés minták is megjelennek, szintén a piros árnyalataiban. Anyaghasználatában alapvetően egy puritánabb út volt a cél, bár a négy öltözet összeállítás közül egy, estély jellegeiből adódóan nem ezt követi. A közel 100 éves, házi szövésű, világos tónusú vásznak mellett helyet kapott valódi bőr és durvább szövetek is, természetesen fekete és piros színekben. Az estélyi öltözetben a fekete dominál vörös kiegészítő színnel. Anyagban pedig a pamutszatén és a plisztírozott muszlim jelenik meg. A plisztírozás, mint technika a női viseletben fedezhető fel. Sok örömet és minden jót kívánok a következő öltözékekkel. Thank you.
valóban vége? Nem. Nekik még csak most kezdődik. És most ismerjék meg személyesen is a tervezőket. Elsőként szólítom Lonkai Kamillát és modelljeit. Majd Bajusz Klaudia és modelljei. És modelljei. Végül Simon Ferenc és modelljei. Kedves vendégeink, tisztelt bizottság! Most önökön van a sor, hogy egyrészt a jegyzőkönyvbe értékeljenek, másrészt, mint fogyasztók, önök, kedves közönség, vegyék igénybe a fiatalokat, hisz gyakorlatot önök által tudnak szerezni. A Szeged Divatiskola nevében szeretném megköszönni jelenlétüket, a Szentgyörgyi Agóra munkatársainak a helyszínt és technikát, végzett tervezőinek a sok szép terméket, a nagykörúti szépségszalomból Justin Szíviának a csodálatos frizurákat, Szilágyi Rózsikának az Oriflame közreműködését, és nem utolsó sorban a szülők és hozzátartozók áldozatkét támogatását, melyel biztosították a hallgatók 3 éves képzését. Búcsúzom Tóth Csabáné és a Szegedi Divatiskola nevében, Pap Zsófia és Kovács Evelin. Viszontlátásra!